A koronavírus hazai megjelenése az élet minden területére rányomta a bélyegét. A járvány olyan változásokat hozott a mindennapokban, amik békeidőben elképzelhetetlenek lettek volna. Igaz ez a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság munkavállalóira is. Jelen pillanatban a híradó ügyeletes tartózkodik a laktanyában, illetve adminisztratív teendők miatt én szoktam bent lenni. A szolgálatvezetők is otthonról adják a készenlétet, illetve az állomány többi tagja. Sem civilek, sem pedig hozzátartozók nem jöhetnek be. Kizárólag a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság tagjai léphetnek be a laktanya területére. Fertőtlenítő és lábmosó fogad mindenkit a laktanya előterében. Ezeket most mindenkinek kötelező használni, amielőtt a szolgálati helyiségbe lép. Napi kétszer történik fertőtlenítés a tűzoltóságon. Ilyenkor a híradó ügyeletes a szekrényeket, kilincseket, illetve a napi használati tárgyakat feltétlenül le kell, hogy fertőtlenítsék az erre rendszeresített fertőtlenítőszerekkel, illetve amennyiben káreseti felszámolás történik, akkor záró fertőtlenítés alá vonjuk a gépjármű fecskendőket, illetve két hetente egyszer ózongenerátoros fertőtlenítésre végzünk mind a gépjármű, mind a gépjárműveken, mind pedig az összes létező szolgálati helyiségünkben. A veszélyhelyzet és a szigorú intézkedések ellenére sem állt le viszont a munka a parancsnokságon. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a bátaszéki önkormányzati tűzoltók több pályázatot is megnyertek az elmúlt hetekben. Azt mondhatom, hogy a 2020-as év az a pályázatok éve volt a tűzoltóságon. Három pályázaton szerepeltünk sikeresen. Egy 1,9 millió forintos bérkompenzációs támogatást nyertünk el a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatáson keresztül, amit ugye a munkavállalók bérkorrekciójára tudunk használni, hiszen most a garantált bérminimumot is emelték az idei évben. Ezen kívül, aminek nagyon-nagyon örültünk, egy működési célú pályázatot nyertünk szintén a BMOKF által, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon keresztül. Ez egy nagyon nagy összeg, ami számunkra 15 millió forintot sikerült elérni működési célra, illetve a múlt héten csütörtökön tudtam meg, hogy sikeresen vettünk részt szintén BMOKF-es pályázaton eszközfejlesztésre, ez pedig egy 4 millió forintos eszközfejlesztést jelent. A közel 17 millió forintos működési és bértámogatás mellett tehát 4 millió forintot eszközökre fordíthatnak a bátaszéki tűzoltók, és már az is nyilvános, hogy pontosan milyen beszerzéseket tervez ebből a pénzből. Az idei évben feltétlenül leszerettük volna cserélni a számunkra már elavult légzőkészülékeket, úgyhogy három darab korszerű Dräger légzőkészüléket tartalékparackkal, illetve mentesítő állarccal nyertünk egy korszerű kárhely megvilágító berendezést, illetve a napi szinten használatos motoros láncfűrészek azok, amiket pályáztunk, illetve a tömlőket, hiszen ezek mondhatjuk azt, hogy havi szinten kopnak el egy-egy káreseti felszámolás során. Közel 30 darab tömlőt fogunk tudni az idei évvel lecserélni, illetve ebbe a pályázatban még belefér két teljes garnitúra bevetési ruha sisakkal együtt. A bátaszéki önkormányzati tűzoltók tehát a megváltozott rendszerint is, de most is dolgoznak, és a már elnyert pályázatoknak köszönhetően a korábbinál méltóbb körülmények között tehetik a dolgukat.